Hello mindenki, Nadia vagyok, és üdvözöllek a csatornámon! Elérkeztünk ide is, ehhez a ponthoz is, ugyanis holnap, azaz mindjárt mondom, van pontosan 13 óra, 43 perc és 38 másodpercem holnap reggel 9-ig a magyar érettséghez, úgyhogy ez lesz az első, a part 1 a halálórája. Mit akartam mondani? Újratervezés. Akartam csinálni egy ilyen érettségi, hogyan készülj az érettségére, de amúgy én sem tudom, hogy hogyan készüljek rá, úgyhogy ilyen videót végül nem csináltam. És arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy nekem ez így hogyan is fog zajlani, és mit hogyan is fogok csinálni. Ugyanis fogalmam sincs, hogy mit hogyan is kellene csinálni, ugyanis még hát nem volt érettségi, és nem tudok semmit a magyarból. És ki kéne lassan találni, hogy holnap mit fogok felvenni, mit fogok elvinni magammal. És még gondolkoztam, hogy elmegyek tankolni, ugyanis valószínűleg autóval fogok felmenni. Még amúgy azt sem tudom, hogy hánykor fog indulni. Holnap lesz a magyar, aztán utána lesz a matek, és akkor az angol. Az angoltól félek amúgy a legeslegjobban. Szóval ma még ki kell találni, mit veszek fel, mit viszek el. Igen. Szóval ezt a táskát fogom felvinni magammal, illetve valószínűleg ezt az inget fogom felvenni. Ezt most a tündítől kaptam, ballagásra. Jó, meg valószínűleg vinni fogok magammal csokit, a banánt, szőlőcukrot nem, de lehet reggel még veszek a benzinkúton, ha nem felejtem el. Elmentem már fürdeni, már feltettem az aksaimat tölteni, mert ugye vlogolok, és nem akarom azt, hogy lemerüljön a kamerám. Úgyhogy most az a tervem, hogy összepakolok az ágyamon, aztán még nekiállok, én a érettségét átnézni, meg ilyenek. Már este 9 óra van, és megcsináltam nagyjából mindent, átnéztem egy pár magyar érettségit, úgyhogy szerintem nem sokára elkezdek aludni, mert többen is írták, hogy nagyon fontos az, hogy kipihenten menjünk oda. És nem ez legyen, hogy fáradtak vagyunk, szóval igyekszem minél előbb elaludni. Nagyon-nagyon-nagyon cukik vagytok, mert rengetegen írzatok nekem, hogy sok sikert, és ne aggódjak, és ne izguljak, úgyhogy tényleg nagyon cukik vagytok. Reggelt alizunk. Nem fogtok este! Na jó, gyorsan beköszönök, amíg nem estek le! Nem áll! Csupa por az autóm, és nem ögött fel a ragasztó! És már pályán vagyok, 7 óra. Nem tudom hány perc van, kicsit szét vagyok esve. 7:30 lesz, 6 perc múlva. Inkább vezetek, és majd ha felértem, vlogolok. Na most értem fel, úristen, életemben nem jöttem ilyen lassan az M3 bevezetőn. Nagyon rossz volt, most van 8:45, 8:30-re be kell érni. Mert ugye itt vagyok a sulinál, kb. 2 perc sétára álltam meg. Gyorsan összepakolom a cuccaimat, és rohanok is be. Megálltam még ugye gyorsan tankolni, és vettem szőlőcukrot. Mindenképp annak kell lennie. Újjatok! Ezen csak az életetek múlik. Na, kösz! Már bent vagyunk, és igen, itt van Csenge mögöttem. Szerintem vagy Arany János lesz, vagy nagyon modern. Én ezt tegnap este megállom. Félek, nyomottam a szőlőcukrot. Már csak 4 óra van hátra. Csenge, figyeljétek, fel van készülve. Hozott magával ásványokat is, meg mindent is. Van csoki, zsepi, sírnék. 4 hours later. Annyira elfáradtam, és annyira rossz volt, mármint majd otthon elmesélem a részleteket. Most igyekszem minél korábban kimenni Pestről, mert ami reggel itt volt, hát az valami borzasztó volt. Konkrétan 30 percet álltam a dugóban, úgyhogy nagyon rossz volt. Flashback. Na szóval, már itthon vagyok. Annyira fáradt vagyok, és rosszul vagyok, és fáj a hasam, a gyomrom, az ugyanaz, na mindegy. Legszívesebben arra vágyok, hogy aludjak. És ezt is fogom tenni. Előtte egy gyors kis story time, hogy hogyan is ment az egész. Reggel azért nem videóztam, mert Luca aludt még, úgyhogy nem akartam felkelteni. Úgyhogy az első részt azt elcsesztem, mert kifutottam az időből, és én nagyon pánikolós vagyok. Tehát én nagyon aggódtam attól, hogy a pánikrólam ki fog jönni, de nem jött ki. De annyira bepánikoltam, meg még mondta a tanár, hogy már csak 10 perc van hátra, már csak 5 perc van hátra, már csak fél percetek van. Mondom, ne mondogass már, mert... Na mindegy. Úgyhogy végül az nem sikerült olyan jól, de a szövegértés az szerintem jó lett. És amúgy az érvelést is elkezdtem, úgyhogy lehet majd a tanárom tud valami pontot adni rá, nem tudom. Novellát választottam, nem tudom, hogy láttátok-e már az idei magyar érettségit, de ha láttátok, akkor tudjátok, hogy miről beszélek is. Ott is meglett a 400 szó, kb. Ilyen hangulatomban vagyok most, hogy tuti, hogy aludni fogok, és utána kezdek el matekozni. Most lezuhanyoztam, kajáltam, és annyira fáradt vagyok.
Én nem hoztam magammal a kamerámat. Úgyhogy a popeszt is ott szoktam. Hazaértem már, és függvénytáblázatba így belecinkéztem a dolgokat, hogy mi hol van. Mert elvileg azt mondta a tanár, hogyha ezekben nincsen így puska, akkor ez maradhat így felcinkézve. Úgyhogy felcinkéztem. Milyen jó amúgy a színük. És most még nekiállok egy-két videót megnézni az ilyen függvényekről, meg ilyenekről, mert azok nem mennek. Amúgy nézzétek, van ilyen cuki párnám. The next day. Bocsi, kicsit ki van égve. Na jó reggelt! Most van kedd, és ma fogunk írni ugye matekból. Este nagyon korán bealudtam, még nézegettem ilyen Retkes Péter talán videókat, úgyhogy néztem még videókat, néztem ilyen videót, hogy hogyan kell használni amúgy a függvénytáblázatot, mert én csak max dolgozatnál használtam, de így átfogólag sose tudtam. Úgyhogy tegnap megnéztem egy ilyen tutoriál, a legjobb pillanatban amúgy, tehát ezt nem tudtam volna megtenni kb. 2 héttel ezelőtt, na mindegy. Most már állok amúgy a dugóban Pesten, M3 bevezető, szerintem aki erre jár reggel, az tudja, hogy miről beszélek. Nagyon félek. Az angolt azt majd valahogy megoldom, bár amúgy attól is nagyon félek, mert nagyon rossz vagyok angolból, sajnos. A magyaron már túl vagyok, azon már nem aggódok, és hogy őszinte legyek, amúgy meg se néztem a megoldó kulcsot. Egy azért, mert nem tudom már, hogy maga mit írtam. Kettő, meg nem akarok magamnak plusz stresszt, vagy nem tudom, mert az egy hónapra, május 27-én fogjuk megtudni az eredményt. Amit ne csináljatok, ne hagyjátok ki a reggelit. Én most reggel kicsit elaludtam, azzal a lendülettel visszaaludtam, ahogy felkeltem, de ne hagyjátok ki a reggelizést, mert én most már nagyon ijes vagyok, és már nagyon rosszul vagyok. Majd megmutatom, hogy miket hoztam magammal. Na már bent vagyunk, és én hoztam ugye a függvénytáblázatot, és én mindent is bejelöltem benne. Most van 8:30, úgyhogy van még egy fél óránk, most néztem Retkes Péter videót még. Mi van a táskámban? Elfelejtettem, de most mégsem. Hoztam ilyen kis sajtos valamiket, illetve számológép. Függvénytáblázat. Banán. Csoki. Szia, Xi. Nem tudom, hogy benne vagy-e. Köszönöm még szőlőcukrot. Meg csoltáztat, úgyhogy megvizet. Képzeljétek el, dátum helyett véletlenül a születési dátumot írtam rá. Csak ennyire vagyok ki. Sziasztok, Vénadi! Sziasztok, Vénadi nézők! Igen, azt látjátok, hogy a megtekintés mikor van május 22-én, 8 óra, bármi problémátok van vele a javítással, akkor a szerintes 12 számít bele, tehát holókép. Két tollal. 3 hours later. Na, megírtam, és nagyon jó volt, hogy elmentem edzeni, szóval, ha tehetitek, mindenképpen menjetek el valamit mozogni. Nem kell feltétlen edzőterembe menni. Valamit mozogjatok, mert sokkal jobban mentem neki ennek a napnak, és sokkal jobban éreztem magam, hogy előtte mozogtam, és kitisztította az agyamat. Most van 1 óra, úgyhogy most elok neki a töréknek, mert ugye hát holnap lesz eszé, amitől azért hát félek, hogy őszinte legyek. Az outfitem pedig, fú, amúgy nagyon sok az izó. Egy ilyen fekete harisnya volt, illetve egy kockás kis szoknya, és egy egyszerű hosszú ujjú. Later that day. Fél 10. Most már eléggé fáradt vagyok, szerintem legkésőbb ilyen 10 órakor már aludni fogok. Úgyhogy ennyi. A holnap pedig ilyen 5:30 körül szerintem kelni fogunk. The next morning. Hú,
Na sziasztok! Reggel végre fel tudtam időben kelni, azt hiszem én 5 óra 30-kor keltem, és ilyen 45-50 körül keltem ki az ágyból, reggeliztem. A hajammal nem csináltam semmit, csak kivasaltam a tegnapi begöndörítésemet. Az outfitemet ma már nem vittem nagyon túlzásba, felvettem egy fekete, magas derekú pullenbíres farmárt, azt hiszem onnan van, illetve egy ilyen jó kivágott fekete felsőt, és egy színszélyes kis pulóvert vettem fel. Most van 7:30, másfél óra múlva fog kezdődni a töri, és a női megérzéseim szerint amúgy a tegnapi matek az nem volt nehéz. Ami amúgy nem is volt nehéz, inkább nagyon sok volt az első feladatnál, de majd még ezt is el fogom mesélni, mert azt hiszem nem meséltem el. Úgyhogy a mostani megérzéseim is azok, hogy nem lesz nehéz a mai töri. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a női megérzés ez megint be fog jönni, mert örülnék neki. 3 hours later. Na halihó, sziasztok! Istenem, annyira jó volt ez a töri érettség, de tényleg annyira könnyű volt, kádár, Istenem, ennél jobb tételt nem is kaphattunk volna, ugyanis mi kb. Egy hónapja feleltünk ebből a témából, és szóban, tehát nem olyan, hogy írásból, és akkor kipuskázom, és úgyse tanulom meg, hanem ezt tényleg szóban feleltünk le ebből, és mindent tudtam, tényleg mindent. Az volt az első dolgom, hogy megírtam az esszét, kb. Egy óra alatt megírtam, kevesebb, mint egy óra, és utána kezdtem el foglalkozni a gyors válaszos feladatokkal, és egy órával korábban végeztem, úgyhogy most van lassan 3:45, és Erikkel találkozok, egy kicsit beszélgetünk, meg elmesélem ezeket az érettségis dolgokat. Aztán megyek haza, és már csak egy nap van hátra. Úristen, el sem tudjátok hinni, hogy ez mennyire jó érzés. Jó reggelt mindenkinek! Most van csütörtök reggel. A tegnapi napom az úgy volt, képzeljétek el, hogy hazamentem, és elkezdtem egy reklámvideót csinálni, azt felvettem, és ilyen 6 óra körül leültem megvágni, és bealudtam közben, és ma reggel keltem 5:30-kor, úgyhogy nagyon kipihentem most magamat erre az angolra, és képzeljétek el, hoztam egy ilyen angol-magyar-magyar-angol gyermekszótárat, ezt harmadikus koromban vettem általános suliba. Nem tudom, hogy ezt el fogják fogadni, de hát nem volt másom, úgyhogy marad ez. Nagyon rossz az idő, látjátok, csupa eső a szélvédő. Mennyire fog, nézzük ki, mint Szűz Mária. Nem vagyok az apám. Nagyon mindegy, nem tudom, ez így nagyon cink. Hát amúgy nagyon cink, na mindegy. Much later. Na sziasztok, most már vége van ennek az egész érettségis időszaknak, és nagyon boldog vagyok, hogy végre túl vagyok rajta, most már csak lesz egy szakmai vizsgám, illetve ugye lesznek a szóbeli, de az még messze van, a szakmai vizsgám az jövő héten lesz, de az nem lesz annyira nehéz, mint ez. Úgyhogy a matekról nem meséltem, igazából túl sok mindent arról nem is tudok, az első részt azt elrontottam, nem volt időm kb. 2 vagy 3 feladathoz, hozzá se tudtam nyúlni, mert elég hosszú idő volt egy feladatnak a megoldása, túl gondoltam, stb. A második feladatnál a 16-osat és a 18-as feladatot választottam, és nekem azok nagyon jól mentek. Na és az angol. Nagyon remélem, hogy a két levelem az jó lett, mert a nyelvtanos része az kuka, akkor a hallgatós része az is kuka, és a szövegértés is még jól ment amúgy, úgy, ahogy a levélírás, de hát majd meglátjuk. Úgyhogy igazából ennyi is lett volna ez a kis érettségis vlog, remélem tudtam nektek segíteni, vagy nem tudom, élveztétek legalább egy icipicit ezt a kis vlogot, és ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornámra, meg nyomjátok meg a csengőt, úgyhogy a következő videóban találkozunk, addig is puszi a pucitokra, és sziasztok!